Én így, hogy száz törpeként így próbálkozok ellavírozni az életbe, ugye annyira imádom a nőket, akkor ők hogy tudják azt lelkileg megúszni, ugyanis nekünk azért férfiaknak, akinek vannak ilyen túlzott nemi vágyai, mondjuk, mint nekem, vagy ennyire imádja a női, eleve imádom a nőket, a látványotokat, szóval olyan gyönyörű, a leggyönyörűbb teremtmény a világon meg, amit Istenke megcsinált. Na most, amikor meg valaki úgy megy végig az utcán, ha még kimelt az utcára, úgyhogy hogy tudja is, hogy minden szem úgy néz rá, én komolyan mondom, hogy én biztos, hogy beteg lennék, vádolta pszichológusnál ülnék hát éjjel nappal, mert azzal a tudattal lenni, hogy ráadásul az a gyönyörű nő is, meg az a gyönyörű nő is az enyém lehetne, vagy akár egyszer, hát ez a bárhogy. Hát de lehet, hogy pontosan ez a kész svédasztal kiöli belőle azt a vágyat, ami benneteket, férfiakat egyébként életben tart.